Sziasztok! Köszöntelek benneteket hulladék nélküli otthonomban. Ma körömvirágkrémet készítek. A körömvirág a levendula mellett a másik kedvenc tavaszi virágzó növényem. A kora tavasszal kiszort magokból most július elejére gyönyörű virágaim lettek. A körömvirág egyébként nagyon könnyen nevelhető. Egy napsütötte teraszon, akár balkonládában is nevelhetitek. Nem csak mutatós, de gyógyhatással rendelkező gyógynövényként is számon tartják. Én elsősorban a fertőtlenítő és a gyulladásgátló hatása miatt kedvelem, ezért körömvirágkrémet szeretnék készíteni belőle, ami a sebgyógyulást is segíti. A körömvirág mellett egy pár szár levendulát is teszek a krémhez, ennek szintén fertőtlenítő hatása van. A körömvirágkrém készítése nagyon egyszerű. Egy kis edényben felolvasztom a kókuszsírt, és vízzel leöblítem a virágokat. A virágokat a felolvasztott kókuszsírban pár percig főzöm. Majd egy napi pihenő után a körömvirágos kókuszsírt ismét felolvasztom, és leszűrés után friss körömvirágszirmokat teszek bele újra. Friss virágokkal újra átfőzöm a kókuszsírt. Egy kis gézlap segítségével a végleges tégelyébe átszűröm. Thank you.
Ön otthon elkészített körömvirágkrém hideg helyen vagy hűtőszekrényben nagyon sokáig eláll, csak arra vár, hogy bármikor, ha szükség van rá, elővegyük. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot. Szintén hálás vagyok a megosztásokért. Legközelebb találkozunk egy hét múlva vasárnap ugyanitt, ugyanekkor. Sziasztok!